Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárt. Ebben a mostani videóban a vérszegénység, a vashiány megszüntetéséről lesz szó. A probléma okairól, illetve a legfontosabb ételekről és életmódbeli változtatásokról, melyek segíthetnek. Nagyon sok embernél alakul ki vérszegénység, aminek legfőbb oka a vashiány, de nem csak vashiány miatt van vérszegénység. Normál esetben napi 8 mg vasra van szükségünk, terhesség és szoptatás alatt napi 30 mg vasa szükséges adag, a változókor után pedig a hölgyek szervezetének napi 20 mg vasra van szüksége. Ahhoz, hogy érdemben meg tudjuk szüntetni a vérszegénységet, a vashiányt, fontos, hogy első lépésben megállapítsuk, mi is az oka a problémának. Először is lehet, hogy a vékonybélben nem szívódik fel a vas megfelelően, például lisztérzékenység esetén. IBS vagy valamilyen más gyomor és bélrendszeri gyulladás is állhat a vashiány mögött. A harmadik oka a vashiánynak a túl sok olajos magbevitele lehet, tehát ha túl sok magmat fogyasztasz, mert ugye magas a fitinsav tartalmuk, mely anyag gátolja a vas felszívódását. A magvakat lehet fogyasztani, csak be kell őket előtte áztatni vízbe, találsz erről a keresőben több infót, keres rá olajos magvak áztatása. Nézzük most meg azt az 5 lépést, amivel sokat tudsz tenni azért, hogy megszüntesd ezt a problémát. Az első fontos lépés az feltáplálni a lépünket, mivel a lépnek a csontvelővel közreműködésben fontos szerepe van a vörösvérsejtek termelődésében és raktározásában. A lép működését támogatja a bokros gomba, ez egy gyógygomba féle, illetve leginkább a narancssárga természetes ételek tudják serkenteni, mint például a tökfélék, a batáta, a goji bogyóból készült gyümölcslé és a répa. A lép számára fontosak a zöld színű zöldségek is, mint a kelly és káposztafélék, a mángold, a római saláta, a rukkola vagy a spenót. És harmadiknak a keserű ételeket kell még megemelni, melyek ugyancsak fokozzák a lép működését, ezzel növelve a vörösvérsejtek számát. Tehát egyél napi rendszerességgel, naponta többször, minél több narancssárga, zöld színű és keserű természetes ételeket. A második fontos lépés, hogy a bélrendszerünket rendbe tegyük. A bélrendszert azért kell rendbe tenni, mert ha nem szívódnak fel megfelelően az ásványanyagok és nyomelemek, vérszegénység esetén ugye elsősorban a vas, akkor teljesen feleslegesen szedjük őket. Tehát szeded a sok vaskészítményt, de azokból ugye nagyon kevés, vagy szinte semmi sem épül be a testedbe. A legfontosabb ételcsoportok, amivel elkezdheted visszaállítani a bélrendszered állapotát, azok a probiotikus ételek, a zöldfűveletetett állatok tejétől készült joghurt, kefir, kovászos uborka, savanyú káposzta, érdemes ugye rendszeresen enni, illetve lehet még szedni kiegészítőként probiotikumot tartalmazó étrend kiegészítőt is. Ami még nagyon lényeges a gyomor és bélrendszerek kapcsolatban, vashiány esetén az a gyomornak a savassága. Ha nem elég savas a gyomrod, nem tud a vas rendesen felszívódni. A gyomor savasát ételéhez pedig a legjobb ital a szüretlen és pasztorizálatlan almaecet, amit minden étkezés előtt célszerű inni. A harmadik lépésben fontos kizárni a károsító ételeket, főként a mesterséges szénhidrátokat, cukrokat és gabonafélékből készült ételeket. Sokszor a kandida együtt jár a vérszegénységgel, tehát minden olyan ételt is célszerű visszaszorítani, ami a kandidát táplálni tudja. Helyettük pedig vigyél be minél több jó minőségű zsírfélét, zöldszínű zöldségeket, magas növényi rostartalmú ételeket, probiotikus ételeket és főként jó minőségű fehérjéket, tiszta marhahúst és halételeket. A negyedik lépés a vérszegénység és a vashiány megszüntetésében az a magas vastartalmú ételek arányának megemelése a táplálkozásunkban. A 10 legjobb vastartalmú étel fontossági sorrendben nem vegetáriánusoknak a következők: a marhamáj, a csirkemáj, a tengeri ételek, mint a kagyló, a spirulina alga, a marhahús, a bárányhús, a halak, a szárnyasok, a tojás és a spenót. Vegetáriánusoknak pedig a 10 legjobb a következő: a tofu, a spirulina alga, a szójabab, az aszalt sárga barack, a spenót, a kinoa, a fekete melasz, a gránátalmali, a lencse és babfélék és a szilva.
Ennél a lépésnél fontos megemlíteni a C-vitamin bevételét is, mivel a C-vitamin segíti a vas felszívódását. A C-vitamin esetén nem az aszkorbinsavra gondolok elsősorban, hanem a teljes értékű C-vitaminra. A legjobb természetes C-vitamin forrásokról készítettem korábban egy videót, keresd rá a keresőben. Ha a vastartalmú ételkiegészítőt szedsz, akkor azt is érdemes természetes C-vitaminnal együtt bevinni, és a legjobb éhgyomorra szedni őket, vagy étkezések előtt. Az ötödik és egyben utolsó lépésben fontos még néhány felszívódási szempontot is figyelembe venni, vaspótlás esetén a vashiány megszüntetése érdekében. A legfontosabb mikrotápanyagok a vas mellé még, amelyek a vas felszívódásában, beépülésében segítkeznek, az A-vitamin, a réz és a cink. Vashiány esetén általában E-vitamin hiány is van, tehát ezt is érdemes pótolni. Káciumot vagy magas káciumtartalmú ételeket pedig nem ajánlott vassal együtt szedni, mert a kácium erősebb is kiszorítja a vasat, tehát a vasból kevesebb fog felszívódni, így ha mindkettőt fogyasztani akarod, akkor a bevitelük között érdemes 2-3 óra szünetet tartani. Csökkentik egyes polifenol vegyületek is a vas felszívódását, mint például a tanninok vagy a zöld teában lévő katekinek, tehát vashiány esetén 2-3 órával étkezés után érdemes teázni. Sokat segíthet, ha feltárad a vashiány a vérszegénység lelki okait is. A vérszegénységet tápláló legfőbb érzések a nem megbocsátás, a harag, a szorongás és a stressz is ugye erősíti. A vashiány az energia, a férfi energia hiányát jelzi, nem érvényesül a támadás az életünkben, illetve a piros színnek az ereje, ami ugye az újrakezdést is jelenti. A megoldás, ha megtanulunk függetlenedni a férfi energiától, ha elkezdjük végre görcsölés nélkül, feszültségmentesen, nyugodt higgadsággal élni az életünket. Az odaadás gyakorlása is segíthet, illetve az, ha a belső energiánk felhasználásában tudatosan és takarékosan járunk el. Tehát ne pazarold el olyanokra, hogy az energiádat, akik nem érdemlik meg. A vashiányos vérszegénység egyébként Mars Neptunus szimbólum, így ha asztrológussal konzultálsz, erre is kérdez rá mindenképpen. Összefoglalva végezetül még egyszer az öt lépést, amivel megszüntetheted a vérszegénységet és a vashiányt: megnövelni a lép működését fokozó ételek arányát a táplálkozásban, a bélrendszer, az emésztés rendbetétele, kizárni a károsító ételeket, megemelni a magas vastartalmú ételeket a táplálkozásban, és az utolsó figyelembe venni a különböző felszívódási tényezőket. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Felül megtalálod a webshopom linkjét, nézd be oda is. Személyes kérdésed esetén pedig érdekesedet pedig küld el nekem e-mailben, és ha értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!